Sziasztok! Ma egy mosógép tesztes videót fogok csinálni, mégpedig a következő képpen. Kiválasztottam 7 darab gépet, ugye itt csak 5 van, de a másik kettő az benn van a házban, azokat a gépeket használjuk, de azt fogom csinálni, hogy mindegyik gépbe belerakok egy ugyanolyan szennyezett ruhát, mégpedig mindegyik gépen van középen egy, vagy hát mindegyik ruhán, amit ki fogok mosni, van középen egy használt olajcsík. Próbáltam, hogy ugyanolyan legyen mindegyiknél, és akkor mindegyik rongyon lesz egy tandoori paste csík, ami egy ilyen, ez a tandoori csirkének a színező színét adja meg a kínai fűszer tulajdonképpen. És akkor meg még ráírtam savas fekete filccel, hogy milyen gép berakom be azt a rongyot. És akkor mindegyik gépet elindítom hát egy rövid 40 fokos mosással. Ugye mindegyik gépnek a legrövidebb 40 fokos mosásával fogom elindítani a mosást. Az a helyzet, hogy a legtöbb, vagy hát nekem itt egy kis megszakítom van a szinte az összes konnektor, ezért maximum 3 gépet tudok egyszerre használni. Úgyhogy megcsinálom ezzel a 3 géppel a tesztet, és utána azzal a kettővel, és akkor utána meg az utolsó kettővel az a harmadik fázis. Annyi, hogy a most, mivel csak ezzel a 3 géppel fogok mosni, most ezt a 3 rongyot szennyeztem be azokkal a szennyeződésekkel, amiket mondtam. És amikor oda kerül a sor, hogy az a 2 gépet tesztelem, akkor ezeket a rongyokat fogom beszennyezni akkor a mosás előtt, hogy egyenlő eséllyel induljon mindegyik teszt. Na most még annyi, hogy mindegyikhez ugyanannyi mosóport rakok. A kupakba öntöttem bele a folyékony mosószert, és ezt fogom berakni a dobba, és mindegyik mosáshoz ugyanolyan mennyiségű, és ugyanannyi, tehát ugyanolyan minőségű, és ugyanannyi ruhát fogok még hozzáadni, hogy az se változzon a mosások közt. Jó, akkor álljunk is neki az első gép bepakolásának. Ugye egy ilyen rongy, 2 ilyen rongy, meg egy ilyen rongy, és akkor a koszos törölközünk. Bosch felirattal, és akkor egy ilyen nagyobb takarószerű valami. Akkor ez bement, és a mosószer, ami megjelölte mindegyik tubust, 40 ml folyékony mosószer. Mégpedig ez a fajta. Oké. Akkor becsukom az ajtót. Én ugye azt mondtam, hogy gyors 40 fokos mosás a legnagyobb centrifugával, lehető legnagyobb centrifugával. Ennél a Boschnál 45 percre jött ki. Ugye? Igen. És akkor mehet is. Be is zárt az ajtó. És mindjárt már megy is be a víz. Akkor a másik. Ez egy Simpson nevű gép. Ugye a koszos rongyunk, amit nézzünk meg, a Simpson feliratta. Egy ilyen, meg két ilyen kék, meg a takarunk, és a mosószerünk. Ah.
Ugye a legrövidebb 40 fokos, az a szintetik 40, és akkor gyors mosás, legnagyobb centrifuga mehet. Akkor a következő, az egy Electrolux gép. Amúgy ez a Simpson, ez Magyarországon nem Simpson néven fut, hanem talán Zanussi. Azt hiszem Zanussi. De ha nem, akkor javítsatok ki. Ez is elkezdte beszívni a vizet, a Simpson. Akkor az Electrolux ugyanúgy. Az olaj, meg a tandoori paste, meg az Electrolux felirat. Akkor ez a sárga rongy. Az ilyen kék, meg a, hoppa, ez három, két, most már csak kettő kék, plusz takarunk, meg a mosószerünk, ugyanúgy 40 milliliter. Mehet be, felkapcs. Szintetik 40, de újra kell indítani. Szintetik 40, legmagasabb centrifuga. Húha. Ja, akkor még a quick wash 51 perc. Lehet, oké. Okay. Akkor ez is elindult, és akkor hát milyen lejártak a gépek. Visszajövök, és mi est ezek a gépek lejártak, ez a három gép lejárt, visszajövök, és akkor beindítom ezt a két gépet, és akkor megrátjuk, ez egy LG, meg egy Ariston, akkor utána jelentkezek. Na, tehát akkor le is járt az első kör, és akkor kiszedem mindjárt a ruhákat. Most egyelőre, az még ott csipog, egyelőre nem mutatom meg, hogy mi az eredmény, hanem előkészítem a rongyokat, ugyanúgy a szennyeződésekkel a rongyokat, és akkor elindítom ezekbe a mosást. Oké, kipakoltam a ruhákat. Most egyenlőre nem mutatom meg az eredményt azoknál a gépeknél, hanem itt meg beszennyeztem ugyanúgy tandoori paste-szel, használt olajjal, meg ráírtam, hogy véletlenül azt írtam, hogy old, de mindegy, ez az, van egy másik LG, ez meg az idősebb LG, azért ezt írtam. Akkor itt van egy Ariston, ugyanúgy a tandoori paste, olajfolt és az Ariston savas filces felület. És akkor pakoljuk be ruhákat az LG-be, akkor ugyanúgy a takaró, akkor ez a sárga rongy, kék rongy, meg kettő másik kék rongy mehet bele, akkor bekapcs, ugye a gyors mosás az csak 30 fokos, úgyhogy a szintetik 40 fok, legmagasabb centrifuga, és akkor time save, hú, ez 1 óra 17 perc, hát mindegy, ez a leggyorsabb 40 fokos vele, csak is, hogyha így ide megyek. Itt 40 fok, de van ott is 40 fok. Akkor igen, akkor 36 perc. 36 perc gyors, 40 fok, legmagasabb centrifuga. Time save már nem működik, akkor ennyi. Akkor ez a 36 perces mosás. El is indít. Ja, nem raktam be a mosószert. Itt van a mosószer, amúgy ugyanúgy 40 ml, csak mindjárt kinyílik az ajtó. Akkor addig csináljuk meg ezt. Megy be a szennyezett.
ruha, a nagy takaró, kék rongy, másik kék rongy, harmadik, sárga, és a 40 millis mosószer. Akkor itt pedig bekapcs 20-30 perc, nem, meg kell néznem. Azt mondja, hogy kettes, 40 fok, nem, ennyi, nincs másik 40 fokos ezen, igen, nincs másik 40 fok, akkor ez lesz, ez eddig a leghosszabb idei mosás, mehet is, el is indult, akkor közben ez lejárt, berakom a mosószert, és akkor ez 40 fok, 800 rövid indulás. Jep, be is zárt, és akkor mehet. Akkor lejártak ezek a gépek, akkor utána visszajövök, és még egy kör van, másik két mosógép, egy újabb LG, és egy Samsung. Úgyhogy hamarosan visszajövök, és akkor utána, azután meg elemezzük az eredményt. Na, hát akkor az LG az le is járt, és az Ariston az még megy, bár nem sok van abból sem már vissza, úgyhogy szikipakolom, és akkor még van, itt van a rongyunk, most még nem mutatom meg, és akkor van még egy újabb LG, meg egy Samsungben, előkészítem azoknak a szennyezett ruháit, és akkor megmutatom, hogy elindítom a rövid 40 fokos mosást rajtuk. Akkor közben megcsináltam a másik LG-nek is a rongyát, szennyezett rongyát. Így néz ki. Tandoori paste, használt olaj és a savas filc. A New LG feliratta. Mehet bele a mosógépbe. Egy rongy, egy kék rongy, második kék rongy, harmadik kék rongy, mi ez, sárga rongy, meg a takaró. És akkor egy pillanat meg kihagytam a mosószert, mindjárt behozom azt is. Oké, akkor mehet bele a 40 milliliteres mosószer. Ups. Ott van. Azt hiszem, hogy ezen is az a 30 perces mosás lesz. 40 és a legnagyobb centrifuga. 40 fok normál. Jó, 40 fok normál. Legnagyobb centrifuga. Oké, mehet. És akkor még van egy Samsung, azt mindjárt előkészítem, és akkor megmutatom azt is, hogy elindítom azt a mosást is. Jó, akkor itt vagyok a Samsungnál, itt van, ez is frissen elő van készítve,
a tandoori csíkkal, szennyeződéssel, és az olaj, használt olaj, motorolaj szennyeződéssel, és a Samsung savas filc felirattal. Akkor... És ez egy Samsung gép, megy be a dobba. Rongy, sárga, kék, egy, kék kettő, kék három, és a takaró. És rá a mosószer. Hol a jelölés? Ott van a jelölés. Oké. Okay. Megy be. És akkor nézzük a rövidebb, legrövidebb 40 fokos mosás. Az... Quick wash. Temperature. Hopp, 40. Hát nem tudom, hogy ez fair. Inkább legyen egy szintetik. Ja nem. 40. Legmagasabb centrifuga. Hoppa, mutassak is valamit. Oké. Okay. Tehát 1200. Jó. 58 perces program. 40 fokos mosás. 1-es öblítés. És mehet. Bezárt az ajtó, és elindul a gép. Akkor azt hiszem, közben az Ariston az meglejárt, úgyhogy mindjárt oda visszamegyek, és kipakolok az Aristonból, és rárakom a tetejére a kimosott teszt ruhát. És akkor miután ezek is lejártak, ezek a gépek is lejártak, megnézzük az eredményt. Igen, pont ahogy ideértem, pont akkor végzett az Ariston. Tulajdonképpen minket csak ez érdekel, úgyhogy ezt most vissza is rakom. Jó, hát most még egyelőre nem nyilatkozok. Megvárjuk még a másik kettő lejár belül, bent. És akkor utána kihozom azokat is, mármint csak a tesztruhát, és akkor összehasonlítjuk. Na, közben hamarosan le is jár ez az LG mosás. És már csak egy perc van hátra. És akkor már csak a Samsung van vissza, és akkor utána össze tudjuk hasonlítani a tesztruhákat, hogy melyik gép mosta ki legjobban a szennyeződéseket. Ugyanolyan körülmények közt, ugyanolyan hát közel hasonló programokban. Oké. Oké. Nagyon nem mutatom meg, mert akkor majd összehasonlítjuk a többivel. Akkor most már csak a Samsungot várjuk meg, hogy lejárjon, és akkor utána hasonlítás. Na hát akkor az utolsó gép is lejárt, a Samsung. És akkor nézzük meg.
vagy mi is van itt. Jó, egyelőre nem mutatom meg, majd összerakom a rongyokat ott a műhelynél, és akkor hát ezeket a gépeket, ezt a Samsungot meg az LG-t nem fogom oda visszavinni, vagy hát oda vinni, hanem csak a rongyot, és akkor majd ott csinálunk egy hasonlítás, egy összehasonlítást. Na, hát itt van az összes teszt rongy. Hát nagyon nehéz megmondani, mert nagyon közel vannak egymáshoz az eredmények. És érdekes, hogy az első három gépnél a savas filc az sokkal jobban kimosódott, mint az utolsó négynél. Bár lehet, hogy egy másik savas filcet fogtam meg véletlenül, és ez újabb filc volt, mint azok, úgyhogy ebben nem vagyok biztos. Ez lehet, hogy ez nem teljesen jó a hasonlítási viszony a savas filc, hanem inkább nézzük az olajfoltot és a tandoori krémet. Ugye, hát egy első ránézésre ez a legrosszabb, a régi LG a legrosszabb, és talán a legjobb az az Electrolux. Az Electroluxot mondanám, bár nem biztos. Lehet, hogy a Bosch. Vagy az új LG. Nem, az se. Annyira közel, vagy a Samsung. Annyira közel vannak, hogy valakinek majd ki kell kérnem a véleményét, úgyhogy majd még visszajövök, nem tudom eldönteni. De az biztos, hogy a régi LG az a legrosszabb. Na, közben kikértem a más véleményét is, és arra a döntésre jutottunk, hogy tulajdonképpen mindegyik mosógép jól kimosta a foltokat, csak ez a két LG, az öreg LG meg az új LG rövid program, 30 perces mosáson volt, és azért valószínű azért nem jött ki annyira a szennyeződés, de az összes többi hosszabb ideig volt, az Ariston az majdnem másfél órát ment, nem tudom pontosan, akkor a Samsung... Tehát a Samsung is 50 perces mosáson ment, az is nagyon jól kiszedte az olajfoltot, a tandoorit nem annyira, de tulajdonképpen én azt mondanám, hogy a mosógépek ugyanúgy tisztítanak, a egyetlen egy tényező a mosási idő, ami meghatározza, hogy milyen tiszta lesz a ruha. Tehát ezek a 15 perces, 20 perces mosások nem igazán jók, ezek ilyen frissítő mosások. Ha minél hosszabb a mosás, annál tisztább lesz a ruha. Úgyhogy ez a teszt, ez így alakult. A mosógép független, szerintem mosógép független a ruhatisztítás. Remélem valakinek hasznos lesz a videó. Majd még jelentkezek, sziasztok!